rossz méhek voltak az elmúlt pár napban az elején, de most már a méhek is kijöttek, mert 10 fok fölött vagyunk és elkezdtek repülni. És igazából hál' Istennek dolgoznak bőszen. A Kajszicsben vagyunk, ahol az elmúlt években azért 3 héttel később szoktunk jelen lenni, és általában az elmúlt évek alapján a fagyról beszéltünk. Most a következő pár napban szintén egy lehűlést várunk, de jelen pillanatban úgy tűnik számunkra, és sok gazdatársammal is beszéltem, hogy várhatóan ugye a talaj hője, amit jelen pillanatban az elmúlt napokban fel tud töltödni, az némi védelmet fog tudni adni a kajszicsunknak. Ettől függetlenül azért kémiai védekezést alkalmaztunk, ugye ezt már tavaly ősszel is, illetve most is adtunk egy stresszkezelő kezelést a növényzetnek. Hát bízunk abban, hogy nem lesz annyira nagy probléma. Ennek tükrében a mostani állás szerint a kajszi termés még nem érzem, hogy akkor egy veszélyben lenne. Hát de igazán március van és április-május még előttünk van, a különböző fagyos időszakok, fagyos szentek, stb. És úgy gondolom, hogy ezt most még ne vegyük teljesen egy megkönnyebbültünk és lesz sárga baraszlekvár szintű kijelentésnek. A mostani helyzettől annyira nem kell aggódni. Persze vannak olyan részek Magyarország önteletei mélyen fekvők, ahol azért mélyebb hideg is várható. De jelen pillanatban ott, ahol most vagyunk, ez a kajszibarasz útet vagyunk, ez 28 méterrel van alapvetően a normál település szint fölött. Itt a korai fajtáink vannak, itt mindig sikeresebben tudtunk átvészelni kisugárzó fagyokat.